és ezekben a percekben rajtol az 56. kék szalag vitorlás verseny. A hagyományokhoz híven Balatonfüredről. Több száz vitorlás vág neki az idei megméretésnek. Illés Peti kollégánk pedig a helyszínről követi végig az eseményeket. Szia Peti, jó reggelt! Elindult már a futam? Igen, pontosan 9 órakor rajtolt az 56. kék szalag innen Balatonfüredről. Egyébként a mezőny az Balatonfüred és egészen Zamárdi sorakozott fel, ez egy 5 kilométeres távot jelent. Szia Marci, jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Ez a Magyar Vitorlás Szövetség és a balatoni hajózás egyik legnagyobb ünnepe, talán nem túlzás ezt mondani. És hogy miért is nevezik kék szalagnak, egy kis piciket történelmet belecsempészek ide a reggeli riportba. Hát valaha a tenger leggyorsabb hajóját kék szalaggal tüntették ki, amit az árbucra föl kellett tűzni, és hát innen ez a névadás. Egyébként Magyarországon 1934 ben rendezték meg először ezt a versenyt, utána 2 évente, majd pedig amennyire sikeres lett, már évente megrendezték, és azóta pedig töretlen nagy sikernek örvend. Egyébként 2022-ben és 2023-ban is a katamaránok közül Józsa Márton kormányozta, 50-50 nyerte meg a versenyt, tavaly pedig egy új rekordot állított föl, 5 óra 3 perc 56 másodperc alatt teljesítette ezt a távot. A szakemberek pedig most azt mondták nekem reggel, hogy ez a mostani szél nem túl ideális a versenyzők számára, viszont délután, ha minden jól megy, délután este felé már ilyen 15-20 km-es szélre lehet számítani, ami viszont már kedvezhet a vitorlásoknak. És a katamaránok várhatóan délután érkeznek meg a célhoz. A 155 km-es távot légvonalban kell érteni, tehát ez azt jelenti, hogy a hajók nem légvonalban közlekednek, hanem 160-170 km-t fognak majd haladni a versenyzők, és délután megérkeznek a leggyorsabbak. A hagyományos vitorlások pedig az egész éjszakát kintöltik majd a magyar tengeren. Mi itt vagyunk az egész helyszínen, beszámolunk majd, és ne felejtsék el a kedves nézzük, hogy az Origo Sporton élőben követhetik az eseményeket, és hamarosan a napindítóval pedig Harangi Csabával, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökével kicsit még tovább boncolgatjuk a témát. A szó a stúdiói. Peti, nagyon szépen köszönjük, további jó munkát kívánunk, várunk majd bejelentkezéssel a Deles iradóba is. Ezek voltak a hírek, 9 órakor, most pedig folytatódik a napindító Zavaros Eszterrel, én legközelebb iradóval délben várom önöket. További kellemes tévézést, a viszontlátásra. Marci, köszönjük szépen. És ahogy Peti mondta, Illés Péterrel folytatjuk, aki az 56. kék szalagratját természetesen végigkövette. Közel 600 hajó, 3000 versenyző, Európa legnagyobb tókerülő versenye, ezek a számok és ezek a hiteles tények. Peti, szervusz, jó reggelt kívánok, én is köszönök. Tavaly én is részt vehettem ezen a fantasztikus tókerülő versenyen, óriási élmény volt, és akkor mondhatom azt, hogy én klasszikusan az egész éjszakát és a hajnat is a vitorlás hajón töltöttem. Kíváncsi vagyok, hogy hány hajó fut majd be az elsők között, természetesen a katamaránok a favoritok idén is. Igen, hát most 520 hajó indult el az 56. kék szalagon, több mint 3000 versenyzővel valóban folytatjuk a témát. Szia Eszter, jó reggelt kívánok, köszöntöm Ináron a napindító nézőit, Harangi Csabával, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökével folytatom. Jó reggelt kívánok. No hát ugye ez egy nagyon nagy ünnep, a balatoni hajózás, a vitorlások számára egy összetartó erőről is szól. Miben rejlik a titok és a sikeresség kulcsa? Én azt gondolom abban, hogy ez egy régi, nagyon szép, hagyományos verseny, és meglehetősen inspiráló. A kék szalag egy sebességi rekordról szóló verseny, ami a hajók fejlesztését ösztönzi meg a csapatoknak, ahogy tetszik, a adrenalin szintjét meglehetősen emeli. Mivel ez most már több mint 70. alkalommal kerül megrendezésre, éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos esemény az életünkben. Talán a magyar vitorlázás legismertebb rendezvénye a kék szalag, és ezért azt gondolom különösen fontos. Mint egy 510 hajó indult el, de ezen kívül csak rendező motoros van körülbelül 40, önkéntesünk van több mint 100, tehát ez egy meglehetős nagy rendezvény, és nem csak ez a napi a Kék Szalag Fesztiválnak a része, hanem ennek van előversenye, gyerekversenye, parti rendezvények kapcsolódnak hozzá, és ekként is próbáljuk népszerűsíteni mind a magyar vitorlázást, mind a Balatont, mind pedig Balatonfüredet, akit a magyar vitorlázásnak, a fővárosának tekintünk. Érdemes megemlíteni a Bahart társaságot is. Itt a Bahartnak a hajójának a fedélzetén vagyunk, és örömmel mondhatom a nézőknek, hallgatóknak azt, hogy szemben az elmúlt évekkel sikeresen tudtuk egymáshoz közelíteni ezt a két világot. A Bahart
nagyon sok rendezvényt csinál hobbi versenyzőknek. Nyitottuk a kék szalagnak az indulási feltételeit, hogy minél többen vehessenek ezen részt, ne csak a professzionális versenyzők. A háttérben a nézők, a Hír TV nézői remélem láthatták, hogy azért a hajók között meglehetős nagy a különbség. Ez pontosan abból van, hogy ezek úgy tervezett nem van design hajók, szabad tervezésű hajók, az abszolút rekord a cél, de ebben együtt is jó érzés azt látni a tegnap esti nevezésen, vagy akár a ma estit, vagy a tavalyiak alapján, hogy az összes résztvevő, az amatőr versenyzők is milyen jól érzik magukat, és egyre több és több ember szeretne vitorlázni. Igen, mert fontos kiemelni, hogy az amatőrök és a profik is versenybe szállnak ma. Egyébként, ha már a különböző hajókat említett, hogy a katamaránokat is versenybe várják, és számtalanszor éri őket az a bírálat, hogy ők sokkal hamarabb beérnek a célhoz, és ez nem olyan igazságos. Azért azt mondjuk el, hogy ugye itt két külön díjazás is van, külön kategóriák vannak. Többféle kategória van, vannak úgynevezett osztályba sorolt hajók, azoknak az osztályba is rendezünk, de van egy úgynevezett yardstick számításrendszer, ez talán a lóversenyben a handicapből ismerhető, amikor valamilyen matematikai képlet alapján ezeket próbáljuk közös nevezőre hozni, de ezért ez egy műviszám. Azért a kékszalag lényege az egy abszolút sebességverseny, egy abszolút rekordra törekedő, és ez nem csak egy öncélú, hanem az összes műszaki fejlesztést ezek generálják, ami pedig azért apránként átül a osztályhajók csapataiba is. Egy impozáns helyszínen vagyunk a Balatonon, hát mi lehet ennél jobb, de hát azért a kávézás meg teázgatás mellett azért itt a verseny, azért a csapatmunkára is fókuszálódik. Hogyan kell felkészülni, mint hajót, hogyan kell felkészíteni a hajót, mint pedig a fizikai csapatot a munkára is erre a versenyre? Kékszalag meglehetősen speciális. Az, hogyha valaki kékszalagot szeretne nyerni, hát akkor körülbelül akkor legalább 30-40 kört már meg kellett tegyen, hogy az élbolyba legyen. Erre van a Balatonmaraton, vagy több olyan szalagverseny van. A fehér szalag, az csak a keleti medencében van, vagy az ezüst szalag, ami nekem egyik kedvencem. Tehát ez Balatonföldváról indul, napnyugtakor, és az éjszakába megy a nyugati medencében. De minden időjárási körülményre egyrészt edzetnek kell lenni, ismertnek kell lenni, meteorológiát nagyon-nagyon követni kell. Ezen kívül a csapat összeállítása is borzasztó fontos. Persze más, akik az elején mennek, a rekord az 5 óra környéki, de ez egy nagyon-nagyon intenzív mozgás. Tehát ott is bizonyos váltásokba kell gondolkodni, és máshogy kell nyilván rajtnál kormányozni, máshogy kell egy nyugalmi állapotba, vagy máshogy kell egy befutóba, vagy aki pedig több mint 24 órát megy, azoknak az esetében pedig a tudatos váltás, hogy mikor nem lehet több mint 24 órát ilyen komolyan koncentrálni. Tehát ezt is az egyes posztokon meg kell szervezni, összeállítani, edzeni kell az embereknek fizikai edzés. Nagyon fontos a technikai felkészítése a hajóknak. És például ez egy ilyen becsapós időjáráskép lehet a nézőknek, hogy itt csendben, nyugalom, béke, azért egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát a meteorológiát is próbáljuk figyelni, a meteorológia egyre jobb, de sosem 100%-os, és elég csak egy 20 perces hirtelen szél, ami lecsap az éjszakába, az komoly műszaki hibát okozhat, emberi sérülést okozhat, vagy átrendezi a mezőnyt, tehát folyamatosan ott kell lenni, folyamatosan beöltözve kell lenni. Mi erről is ismerjük meg egymást, tehát a jó versenyző az mindig beöltözve van, tehát a hobbi versenyző nincs. A nap is nagyon sok energiát kiszív az emberből, ezekre mind-mind fel kell készülni. Hát óraszámot, ha mondhatok, én azt gondolom, hogy aki március végéig nem vitorlázott már legalább 100 órát, az nincs az elején. Harangi Csabának, a Magyar Vitorlás Szövetség elnökének nagyon köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. A kedves nézőknek pedig jelzem, hogy mi itt vagyunk a helyszínen, egész nap tudósítunk önöknek, és a mezőny, a leggyorsabbak már délután beérhetnek a célrácshoz. Egyébként az Origó Sporton élőben követhetik az 56. kék szalagot. A Szó a napindító stúdiójai.